Jó estét kívánok! Önök a hírhét adását látják. Nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Enyhült a kressz, egy kicsit ihatnak a biciklisek és csökkennek a büntetési tételek is. A vártnál sokkal többen jelentkeztek a Sárospataki főiskolára. A dékán szerint hazai és külföldi intézményekkel együttműködve újra felfuttatható a vidéki tanítóképzés. Változik a szakiskolai képzés. A diákok az első naptól szakmai tárgyakat is tanulnak, nehezebb lesz az átjárhatóság a szakmacsoportok között. Jelentős változást hozott a kerékpározásban a kressz módosítása. Mostantól a főútvonalak kivételével nem tiltja jogszabály a biciklizés közbeni alkoholfogyasztást. Emellett összehangolták a szabálysértési rendelkezéseket is. Így csökkennek a kiszabható bírságok is. Például az autópályán biztonsági öv nélkül autózó a korábbi 40 000 forint helyett 20 000 forintot fizet. Mértéktelen ivásra ezután sem lesz lehetőségük a kerékpárosoknak, de ha nem főútvonalon bicikliznek, egy pohár sör nem lesz tilos. A nyár végén életbe lépő kressz módosítás szerint már nem tiltják a biciklizés közbeni alkoholfogyasztást. Amennyiben nem állapítható meg a befolyásoltság, ezt a jogszabály 0,3 mg per liter, vagy 0,5 ezrelék véralkohol értéknél határozza meg, és nem főútvonalon közlekedik, akkor nem valósít meg szabálysértést. Szintén a kerékpárosokra vonatkozó rendelkezés, hogy a jogszabály már nem a kerékpár kivilágítását írja elő, hanem megengedi azt is, hogy a biciklis magát világítsa ki. Egy fejlámpa elől, egy piros villogó a táskán, és nem büntet meg a rendőr. Az autósoknak is kedveztek a nyári módosítással, jelentősen csökkent több kiszabható bírság is. A legmagasabb 300 000 forintról 60 000-re csökkentették a vasúti sínen való tiltott áthajtást. A tiltott helyen várakozásért korábban kiróható 30 000 forintos büntetést 10 000 forintra csökkentették. Jelentősen kevesebbet kell azoknak a sofőröknek is fizetni, akik feledékenységből vagy mások miatt nem kapcsolták be a biztonsági övüket. Biztonsági öv használatának elmulasztása esetén jelentős mértékben csökkentek a bírságösszegek, eddig lakott területen belül a gépkocsi vezetőnek és az utasnak egyaránt 15 000 forintot kellett fizetni. 2012. augusztus 24-től ez 10 000 forintra csökkent, lakott területen kívül a 20 000-ről 15 000-re, illetve autópályán 40 000-ről 20 000 forintra csökkent a biztonsági öv használatának elmulasztása esetén kiszabható bírságösszege. Sok fejtörést okozott az autósoknak az egészségügyi doboz is. Az új rendelkezés szerint nem kötelező az EU doboz, vagyis rutin ellenőrzésnél nem büntethet a rendőr ezért. De baleset esetén felelősségre lehet vonni azt az autóst, aki nem tart magánál egészségügyi dobozt. Elkezdődött az új tanév a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskolán. Minden szempontból új, hiszen törvény és több szabálymódosítás is történt az idén, amelyeket most kell bevezetni. A feltételek nem megszokottak, az induló időszak első hetei mégis sikeresek, mondja Hegedűs László dékán. Emellett az elmúlt néhány hétben több olyan együttműködési megállapodást is sikerült megkötni, amelyek pályázati lehetőségeket biztosítanak a főiskola fejlődéséhez. A sok újdonságot hozó 2012-13-as tanév kezdetén sikerekről számoltak be a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskola tájékoztatóján. Mindamellett, hogy a tanárképzést általánosságban nem érintette szerencsésen a változás. Az sem mindegy, hogy fővárosi vagy vidéki intézményről van szó. A jogszabályok alkotói azt várták, hogy a hallgatók érdeklődése nem lesz jelentős a vidéki főiskolák iránt. A feltevés azonban nem igazolódott be, amire jó példa a Miskolci Egyetem tanítóképző főiskolai kara is. 13,5-szeres volt a túljelentkezés a Pataki főiskolára, de olyan hallgatókból, akik egyébként felvételt nyerhettek volna. Tehát elérték a szükséges ponthatárokat. Elmondható az is, arányát tekintve, hogy az állami finanszírozott helyek mellett az önköltséges, illetve a térítéses képzésre jelentkezők aránya körülbelül ugyanannyi, mint amennyi az állami férőhelyek száma. Ez példátlanul magas arányszámát tekintve a korábbiakhoz képest, ez új szintén 7,5-szeres túljelentkezés mutatott. Az arányokat nézve biztató a kép, pedig sokáig úgy tűnt, hogy a vidéki tanítóképzés egésze kerül veszélybe, mondta el a dékán. Ettől függetlenül szükség van a képzési profil bővítésére, többek között a határon túli hallgatók bevonásával.
Ennek érdekében a főiskola együttműködési megállapodást kötött a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával. Hallgatócserékkel, oktatók áttanításával szeretnék a profilbővítést elérni. A jelenlegi pályázati rendszer támogatja az országon belüli összefogásokat is. A gyöngyösi és egri főiskolák, valamint a Miskolci Egyetem együtt pályázott egy 1,2 milliárd forintos projektre, amely kiváló lehetőséget kínál a korszerű tananyag készítésére és az oktatási területen dolgozók továbbképzésére. A cél az, hogy ezek az intézmények együtt közösen a jövőben egyfajta közös erőt kovácsolva ebben a régióban, és ez alapvetően ugye Észak-Kelet Magyarországot jelenti, harcképesen tudjanak létezni, és új típusokat, képzéseket tudjanak indítani. A tájékoztatón elhangzott, a Sárospataki Főiskolai Kar műemlék jellegű épületének állag megóvása is komoly feladatot jelent. Ugyanakkor igény lenne a folyamatos korszerűsítésre is, például szaktantermek kialakítására. A főiskola épülete melletti egykori malomtelke ismét eladó. 2000 előtt ez a terület a főiskola kezében volt, így újból felvetődött, hogy amennyiben lesz pályázati lehetőség, a főiskola egy új létesítményt építsen ide. Rövidebb lesz a képzési idő a sátoraljaújhelyi középiskolákban a szakiskolai képzésben. Ebben a tanévben még 4 éves szakiskolai osztályok indultak, mind a Trefort Ágoston, mind a Szepsi Lackó Máté szakképzőiskolában. Jövőre azonban már csak 3 éves lesz a képzés, és a kezdetektől oktatják majd a szakmai tárgyakat. Az új szakiskolai törvény érinti a szakközépiskolai osztályokat is. Az egészségügyi szakképző elsős tanulói tanulmányaik végeztével újra szakmai végzettséget is szerezhetnek. A 3 sátoraljaújhelyi szakiskola igazgatói éppen azt beszélik át, hogyan érinti az intézményeket az új szakiskolai törvény. A változások csak 2013-tól lesznek kötelezőek, de a hazai iskolák egy része már ebben a tanévben is elindított néhány osztályt a kiírt feltételek szerint. Ennek megfelelően az eddigi minimum 4 éves szakiskolai képzés lerövidül 3 évre, és már az első évtől szakmai ismereti órákat is tanulnak a tanulók. A 2012-13-as tanévet már 3 éves előrehozott szakképzés formájában választhatják a 8. osztályt végzett diákok, de sajnos a jogszabályok késedelmes megjelenése miatt nem tudtuk ezt bevezetni, nem vállalta fel azt a tantestületünk, hogy rohamléptekkel, megfelelő előkészítettség nélkül ezeket a tanulókat így képezzük. Így most a 2012-13-as tanévben, de most már csak utolsó éven a régi forma szerint, tehát 2+2-es szisztéma szerint oktatunk. A változtatástól a szakemberek azt várják, hogy a rövidebb, célzottabb szakiskolai képzés hatékonyabbá válik, motiváltabb tanulókkal, kisebb lemorzsolódással. Eddig a 2 éves alapozó képzés után a szakiskolai tanuló eldönthette, milyen szakmát választ. Úgy az új rendszerben már az első évtől szakmai tárgyakat is tanul. Eddig jól bevált képzésként működött a 10 osztályra épülő ugye pékcukrász képzés. Ez az új OK-i és változásoknak köszönhetően nem lehetséges ezt tovább indítani, hanem a 8 osztályra épülő pékképzés fog indulni, és majd akik sikeres szakmai vizsgát tettek, utána ugye cukrászként egy plusz évfolyamon elvégezhetik ezt a szakmát is. A Kossuth Lajos Gimnázium egészségügyi szakán a most elsős diákok már az új képzési rendszerben tanulnak. A középiskolai oktatásban újra bevezetik, hogy a közismereti tárgyak mellett szakmai ismereteket is kapnak a diákok. 9. osztálytól felmenő rendszerben úgy kellett átdolgoznunk az ő szakmai tantárgyaik óratervét, hogy 4., illetve 12. év végén már szakmai tantárgyból érettségizni tudjanak. Ez azért fontos, mert az érettségi utáni szakképző évfolyamok száma vélhetően csökkenni fog, és rövidebb idő alatt fognak tudni szakképesítéshez jutni a diákjaink. Így az érettségivel szakmát is szereznek a tanulók. Igaz, ez nem az országos képzési jegyzék szerinti szakképesítést jelenti, de egy olyan szakmai érettségit, amellyel már akkor is elhelyezkedhet a tanuló, ha nem megy tovább szakképzési évfolyamra. Nagy tisztelet övezi Sárospatak szépkorú lakóit. Ezt az is bizonyítja, hogy a város polgármestere születésnapjuk alkalmával rendre köszönti őket. Ez alkalommal Golej Mihálynét látogatta meg 95. születésnapján.
Nem csak azért jöttem, bevallom őszintén, hogy születésnapra köszöntőt mondjak, hanem a titkot is szeretném megtudni, hogy hogy lehet boldogságba, szeretetbe, ilyen vidám, csillogó kék szemekkel élni 95 éven keresztül. Köszönöm. Mint mindenki, Aros János is azt szerette volna megtudni a 95. születésnapját ünneplő Golágy Mihálynétól, hogy mi a hosszú élet receptje. A polgármester jó egészséget és boldogságot is kívánt neki. Marika néni 1917-ben született 7. gyermekként. Összesen 10 voltak testvérek. Mindennapjait lánya gondoskodása teszi most már könnyebbé. Itt a lányom, aki őriz meg a gondomat, viseli a bajomat, a szükségemet, mindent, amit, mindent megad nekem, amit kellene egy anyának adni. Aros János polgármestert személyes kapcsolat is fűzi Marika nénihez. Nem csak azért, mert választókörzetében Végardón lakik, hanem édesanyja révén már gyerekkorától ismeri, így a mostani találkozásnak még nagyobb értéke volt. Én azt hiszem, hogy mindenki példaként tekinthet azokra az idősekre, akik végig szenvedték a világháborút, akik végig szenvedték utána a nehéz időszakot, és ma is tenni akarással állnak az élet elé, csillogó szemmel, boldogsággal, tehát én azt hiszem, hogy tényleg példakép kell, hogy legyen mindenkinek. Marika néni 3 unokának és 6 dédunokának örülhet. A család az ünnepen, ahogy illik, szülinapi tortával is köszöntette a 95 éves dédnagymamát. Kazinczy Ferenc születése napján október 27-én csatlakozik a Magyar Nyelv Múzeuma a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozathoz. Az intézmény idén az Írás a lélek tükre címmel szervezi a rendezvényt. Így postatörténeti kiállítással, Kazinczy Ferenc rajzaiból összeállított tárlattal és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják az érdeklődőket ezen a napon. A múzeum a kézzelírás jegyében leveleket vár Kazinczy Ferencnek és Török Zsófiának címezve, ezzel is ösztönözni szeretnék a gyerekeket, hogy próbálják ki, milyen élmény papírra levelet írni és kapni. Nem is olyan régen a levél és a naplóírás hozzátartozott a fiatalok mindennapjaihoz. Helyüket ma már az e-mail, az SMS és a chat tölti be. A Magyar Nyelv Múzeuma ápolva és őrizve Kazinczy Ferenc örökségét, aki életében mintegy 6000 levelet írt, a kézzelírás jelentőségére hívja fel a figyelmet. Az intézmény a Múzeumok Őszi Fesztiváljához így az Írás a lélek tükre címmel csatlakozik október 27-én. A gazdag programkínálatban minden a kézírás köré szerveződik. Már várják a kézzel írt leveleket Kazinczynak és feleségének címezve, de gyűjtik a kézzel írt recepteket is. Október utolsó szombatjára pedig több kiállítással készülnek. Sikerült megnyerni a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsán partnernek a Magyar Postát, így egy posta enteriőrrel készülnek a 19. század elejéről, kézzel írott levelekkel, különböző postai tárgyakkal, postai egyenruhával, és a gyerekek egy korabeli postaládába dobhatják bele kézzel írt képeslapjaikat, leveleiket, és akár el is röptethetik egy postagalabbal titkos üzeneteiket. Kazinczy azon túl, hogy rendkívül sokat levelezett, átlagban napi 8 levelet írt élete során, szívesen rajzolt. A múzeum így születésnapjára egy különleges kiállítással is készül. Rajzaiból egy olyan tárlatot készítenek, amit az író levelezéseinek idézeteivel kísérnek majd. Mivel Kazinczy születésnapján van ez a rendezvény, megemlékezünk a nagy nyelvújítóról is. Egyrészt a Kazinczy sírnál tartunk egy megemlékezést, másrészt pedig itt a múzeum épületében, éppen a hátam mögötti részben megnyitjuk a Kazinczy rajzai című kiállítást. Ugye azt tudjuk, hogy Kazinczy a képzőművészetnek nagy barátja, népszerűsítője volt, és maga is készített árnyrajzokat, árnyékrajzolatokat, másrészt pedig különböző grafikákat. Nagyon sok grafikája van, amelyet például a börtön ablakából fogsága alatt készített. Most ezeket állítjuk mi ki. Október 27-től lesz látható a múzeumban a kézzelírt receptek kiállítása, de az előző évekhez hasonlóan lesz szalmabáb készítő verseny is. A gyerekek fogadására pedig érdekes múzeumpedagógiai foglalkozással is készülnek a szakemberek.
A Windisch-Grätz család fontosságát Sárospatak történetében kevesen ismerik igazán, pedig a Rákóczi vár utolsó birtokosai sokat tettek a városért. Az utolsó, még élő Windisch-Grätzek egyike, Natália hercegnő otthonának tekinti Sárospatakot, és ha teheti, időnként még mindig hazajár. Róla és felmenőiről is szólt az az előadás, amelyet Leskó Andrea tartott a Rákóczi Múzeumban, a Károlyi és a Windisch-Grätz család vidékünk történetében című időszaki kiállításhoz kötődve. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában tartott előadás a Windisch-Grätz család történetét mutatta be, annak is főleg sárospataki kötődéseit. Leskó Andrea első előadása volt ez muzeológusként, a Károlyi és a Windisch-Grätz család vidékünk történetében című időszaki kiállításhoz kapcsolódva. A családfán végighaladva sok érdekes információ hangzott el, a Windisch-Grätzek politikai és gazdasági kapcsolatai mellett botrányaik is szóba kerültek. A legnagyobb nyilvánosságot a frankhamisítási ügy kapta. A frankhamisítás egyike a legtöbb port felvett, legnagyobb politikai jelentőségre emelkedett bűnügyeknek. Ez a frankhamisítás ifjabb Windisch-Grätz Lajos herceg nevéhez fűződik. Ő is Nádosi Imre országos főkapitány termelték ki a hamis 1000 frankosok gyártását, és ebben segítségükre volt Gerő László, az Állami Térképészeti Intézet altanácsnoka, valamint Artur Schulze, egy német nyomdai szakember, akinek a segítségével előállítottak. Többé-kevésbé jól sikerült 29 ezer darab francia hamis 1000 frankost. Mára már kevesen maradtak a családból, de legismertebb és legkedveltebb közülük talán a 95 éves Natália hercegnő. Bár évtizedek óta Bécsben él, néhány évvel ezelőttig még rendszeresen hazalátogatott. Sárospatakot szeretett otthonának tekinti, emlékirataiban sokszor említi az itt eltöltött szép éveket. Az előadás előkészületeinek egyik fontos momentuma volt, amikor a kutatások során egy eddig elveszettnek hit filmfelvétel került elő. Számítunk még egy olyan előadásra, amelyen bemutathatjuk az 1930-as Károlyi Windisch-Grätz esküvőn készült filmet, és arra a filmre, azt a filmet egy olyan történelmi beszélgetés keretében szeretnénk közkincsét tenni, amikor Károlyi Lászlót, a Károlyi család ma Fóton élő leszármazottját szeretnénk meghívni. Jelenleg még folynak a restaurációs munkálatok a Windisch-Grätz Mária Magdolna és Károlyi István esküvőjéről készített filmen. A múzeum azonban szeretné még a kiállítás ideje alatt bemutatni a sárospataki közönségnek. A kiállítás október 31-ig tekinthető meg a Múzsák templomában. Főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Enyhült a kressz, egy kicsit ihatnak a biciklisek és csökkennek a büntetési tételek is. A vártnál sokkal többen jelentkeztek a sárospataki főiskolára. A dékán szerint hazai és külföldi intézményekkel együttműködve újra felfuttatható a vidéki tanítóképzés. Változik a szakiskolai képzés. A diákok az első naptól szakmai tárgyakat is tanulnak, nehezebb lesz az átjárhatóság a szakmacsoportok között. Önök az Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.zemplentv.hu internetes oldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, keressenek minket a zemplentv@internetker.hu e-mail címen, vagy a 322-744-es telefonszámon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!